Üdvözlök mindenkit, ugye 11-6-os végeredménnyel végződött a kupa negyeddöntő első mérkőzése. Kis Csabát kérdezem először, hogy hogy látta a meccset. Mi azt láttuk, hogy azért sokáig nagyon megnehezítettétek a Vasas dolgát, 3-4-en át mindenképpen. Igen, valóban úgy nézett ki, hogy egy nagyon szoros meccset tudunk majd játszani. Gratulálok a Vasasnak a győzelemhez és a második félben nyújtott teljesítményéhez, mert teljesen megérdemelten nyitották ki a találkozót. Ameddig bírtuk erővel, addig valóban egy nagyon jó és nagyon kiérezett találkozót tudtunk velük játszani, de utána úgy éreztem, hogy nem tudtunk már abban a ritmusban vízilabdázni, hogy az elején, és akkor könnyű gólokat engedélyeztünk a Vasasnak. Ez a legbántóbb számomra, hogy olyan gólokat kaptunk, amikért igazából nem küzdöttek meg. Én azt szerettem volna, hogyha tényleg minden gólért meg kell majd küzdeniük. Ez az elején így volt. És a végére tényleg elfáradtunk elől, pedig sajnos a Botonnak nem volt társa, az ő gólerős játéka az nagyon-nagyon pozitív volt a mai mérkőzésen, de a többiektől egy picit enervált játékot éreztem, és hogyha mi egy olyan szintű csapat ellen, mint a Vasas ellen szeretnénk valami komoly eredményt elérni, akkor elől sokkal bátrabban kell vízilabdáznunk, remélem, hogy vasárnap azért ennél többet tudunk majd hozzáadni. Boton, mi abban bíztunk, hogy nem nyílik ki a gólzsák, de hát viccet félretéve gondolom nagy bizonyítási vágy dolgozott benned, jól is játszottál, hogy láttad a mérkőzést. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült egy picit szorosabbá tenni a mérkőzést, mert nagyon jól kezdtünk, körülbelül úgy, ahogy megbeszéltük, nagyon koncentráltak voltunk, fegyelmezettek. Aztán sajnos, ahogy a Csabi is mondta, a második félidőben olyan buta gyermetek hibákat vétettünk, ami nem hogy a Vasas ellen, hanem senki ellen nem fér bele. És hát sajnálom, mert egyelőre a támadójátékunk nagyon döcög, pedig szerintem azért mi egy viszonylag támadó szellemi csapat vagyunk, úgyhogy ebben mindenképpen többet várok magunktól, és hát gratulálok a Vasasnak, mert érvényesített a papírformát. Köszönöm szépen. Csaba, gratulálok a győztes zenitáláshoz. Hát az első 3/4-ben azért kicsit az a gyomorgörcsnél előjött, amit itt múlt hétvégén az Eurókupán is tapasztaltunk, de utána azért sikerült és megnyugtató előnyt szerezni. Mi történt ott a negyedik negyedre szerinted, meg előtte egyáltalán mi volt? Először is szeretnék gratulálni a Szegednek, tényleg nagyon jól játszottak a fiatal csapatukkal. Éreztük, hogy így fognak végig menni, és nem adták fölég. Egyszerűen nem mondom, hogy érthetetlenül állok, de valahol értem. Tehát amin végigmentek a játékosok ezen a héten, tehát a látszott a helyzet kihasználásunkon, hogy a fejük még nincs 100%-ban itt. Viszont annak nagyon örültem, hogy a szívük vitte őket, és a szívük a negyedik negyedben valóban kinyitott a meccs, de igazából a szívünk vitte előre minket, a fejünk nem, mert nem tudom hány helyzetet hagytunk ki, csak az ötösök fel és az egy az ígyszerektel, de azt hozzá kell tenni, hogy tényleg a kapus nagyon jól védett, szerintem ő is itt ülhetne nyugodtan a harmadikként a Szeged oldalán, megérdemelné, nagyon jó teljesítmény nyújtott. És annak is örülök, hogy a mi kapusunk is nagyon jó teljesítmény nyújtott, ugye már a báne megbetegedett, ugye ez ennyivel nehezedett a dolgunk, nyilván ilyenkor az ember az ág is húzza, de nem baj, a Marci nagyon jól helyettesítette a bánét, és hátul nagyon stabilak voltunk, én szerintem ennek köszönhető, hogy végül is kinyílt a meccs, de hát én abban biztos vagyok, hogy Szegeden ennél egy sokkal élesebb és keményebb meccset fogunk játszani. Marci, ilyen abszolút jogos dicséretet kaptál most itt szerintem, és ugye most kellett azért először úgy igazán komoly téthelyzetben teljesítened. Milyen volt ez a mérkőzés? Volt a harmadik negyedvégén egy nagyon fontos zicser védésed, azt hiszem, hogy az fordulópont volt. Hogy láttad a találkozót? Hát köszönöm szépen. Először is én is szeretnék gratulálni a Szegednek, mert nagyon jó ellenfél volt. 3/4-en keresztül nagyon szoros volt a mérkőzés. Viszont szeretnék gratulálni a csapatnak is, mivel a negyedik negyedben szerencsére sikerült elhúzni. Szerintem elől a helyzeteink megvoltak, sajnos a befejezés lehetett volna pontosabb, és nagyon örülök, hogy hátul a védelem az nagyon jól működött. Köszönöm szépen mindenkinek!